Szevasztok, üdvözletem minden száraz létről. Ó, és a... És ott megy ki egy Szergály valahonnan. Na, ezt figyeljetek. 317-es Szergály jön ki egy ipajvárgányról, ez nem semmi. Hát a szerencsénk van, akkor erre fog visszafele is jönni. Egyébként most kiment a nyílt vonalra. Úgyhogy... De egyébként amiért ide jöttem, az egy már nem üzemelő megállóhely. Szárazréti, Székesfehérvár mellett. Egyébként ez az 5-ös vasútvonalon van, Székesfehérvár és Komárom között. És ahogy látjátok, amilyen meg is mutatom, a 37-es szelvénynél. Tehát a 37-es szelvénynél van, tessék, nézzétek meg. Ilyen 3,7 km Fehérvártól. És itt volt valaha a menetrend. De gyakorlatilag ugye az egész 5-ös vonalat így indokolatlanul kinyírták, úgyhogy csak napi két vonat van. És ráadásul az a kettő se áll meg itt Szárazréten, pedig szerintem igény az volna rá, mert egyébként jó helyen van. Tehát ha itt körbenézek a környéken, itt rögtön egy óvoda van mellette, ott van műző, kopak, és egyébként itt lakóházak, tehát szerintem ezt a megállót, ezt így érdemtelenül zárták be. Egyébként ott van a, szerintem a megálló tárban, egyébként itt van a tényvinek, itt a stb. Itt sétálok a peronon, amit már felvert a gaz, és lássátok fele, mit van. Szárazréti megálló. És addig ott hosszan, és sajnos a Szergely az elment Fehérvár felé. Valami telephelyre jött ki, itt vannak ipadvágányok. És szerintem a... Szerintem vagy hozott, vagy... Valószínűleg, hogy hozott oda valamit, és a mozdony visszament gépmenetbe. De láttátok, éppen akkor tolatott ki a Szergely, mikor jöttem. Hát ha ezt tudom, akkor egyenesen oda megyek. És akkor még elkaptam volna az ipadvágánynál. Hát itt a másik végén meg van egy fénycsorompós átjáró. Ennek is van egy szomorú története, de azt majd mindjárt megnézzük közelebbről. Egyébként feltámadt közben a szél, úgyhogy csak elfújtam a kamerát. Azt látjátok, hogy ez a táblás megállóhely, tehát se épülés, se semmi nem volt itt. Szóval van itt egy fénysorompó, tehát ez a... És itt megmaradt egy régi távírópózna. Egyébként szerintem régen lehetett egy őrhely. Valószínűleg még a fénysorompó előtt itt egy tekerősorompósát jelent. De hát látjátok, itt van az a... automatikusan működő AS37-es sorompó. És ami a szomorú történet ennek az átjárónak is, hogy itt is volt egy buszbaleset, amikor buszút között vonattal. Itt van az emlékműve. 1982. szeptember 9-én történt, hát itt látjátok. És rázott emlékére, hát így most röpke fejszámolással 16-an voltak itt akkor meg. És egyébként itt az annyi volt a történet, hogy akkoriban ezen a vonalon még nemzetközi vonatok is álltak, tehát valahonnan egy nemzetközi gyorsvonalat jött itt Komáromon keresztül erre, és aztán onnan jött a busz és hajtott fel a sülekre a működő fénysorompó ellenére, mert úgy gondolta, hogy a buszvezető még át fog érni a vonat előtt. A Szergely meg a Szergelyes vonat meg aztán onnan jött. Ha jól emlékszem, akkor Szergely hozta a nemzetközi gyorsvonatot, és az arról jött, és itt kapta el gyakorlatilag pályasebességgel, ugye 80 környékén jöhetett. És gyakorlatilag fékezni nem volt ideje a vonatnak. Itt ott egyértelműen a buszvezető hibája volt, el is ítélték utána, úgy tudom. Hát egyszerűen, és elsőt, nem is az volt, mint a már bemutatott nyéki pusztai átjárónál, mi a földbeli baleset néven ismert, hogy nem működött a fénysorompó, itt működött a fénysorompó, csak a buszvezető nem vette figyelembe, úgy gondolta, hogy ő még átér a vonat előtt. Ha jól emlékszem a baleset körülményeire, de ebben még nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy egyébként nem működött a fénysorompó. De az is biztos, hogy a buszvezető és azt is elismerte, hogy látta a vonatot, csak úgy gondolta, hogy ő még átér előtte. És egyébként ez a szárazéti balesetben bekerült az egyik közdokos oktatófilmbe. Ez egy közlekedés vagy vigyázott vasúti átjáró, vagy közlekedés vasúti átjáró, vagy valamelyik ilyenben a végén benne van. És hát akkor ez a rövid állomási megálló, hogy bemutató vlog az ennyi lett volna. Ennyire futott, el nem adott idő, úgyhogy most elmegyek is. Végül is, ami kellett, azt meg tudtam mutatni, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Találkozom a következő vlogba. Sziasztok!